Sziasztok, ez egy kis emlékeztető, hogy már csak 17 nap van hátra a nyereményjátékból. Ha nem tudod, miről van szó, leírásban a link. Sziasztok, ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan működik a Valentin napi manac. Páran próbáltátok eltalálni, a közelébe se vagytok. Egyébként egy jelgenerátor tényleg van a pályán, ami a szíveskéket csinálja. Így néz ki, egy dropper és egy rámutató hopper. És ezt javaslom használni, hogyha valami lassú jelgenerátorról van szó. Időnként látom, hogy ilyen sok-sok jelismétlővel próbálja megoldani, hogy csak x másodpercenként ellenőrizzen, vagy bármi, adjon jelet. Hát igen, ez kicsit körülményesebb, sokkal egyszerűbb, kisebb megoldás. Úgyhogy gyorsan be is mutatom. Szóval, dropper és rámutató hopper. A hopper leadja a tárgyat a droppernek, jelet küld, mint ahogy látszik. Az egyik, az alsó, az a blokkdata parancsa, a kitörlöm a dropperben van, tehát ez a reset része. A fölötte lévő command block pedig egy tárgyat rak a hopperbe, ugyanúgy egyébként blokkdata parancs, items, milyen tárgyak, egy kő, egyébként teljesen mindegy. És van itt egy transfer cooldown, ez ugye a késleltetés. Ha ide ez tick egyébként, és 20 tick egy másodperc, tehát most pont 20, tehát egy másodperc. Ha 10 másodpercenként szeretnék, akkor 200. Tehát ez így jelet küld másodpercenként, és itt van a szívecske. Hát gondolom, akinek van egy kis rálátása a parancsokra, az most nincs meglepődve, hogy execute is particle parancs a szívecske. Szívecske a malacon. Jó. Van itt még egy, ez a időjárást állítja. Építés közben pár szó elerett az eső. Na. Szóval egy kicsit paranoiás lettem, és ezt is beleraktam. Futás. Na, itt vagyunk az elején. Több jelgenerátor nincs a pályán, nem az ellenőrző, hogy hol állok és mozgatja a malacot. A trükk a dologban egy resource pack, ami a nyomólapokból csinál láthatatlan és hallhatatlan nyomólapokat. Itt van, most azt jelölöm ki, mutatom, fölveszem, lerakom, nem látszik, nem hallatszik, mikor rálépek. Először az InnoSide pályán használtam ezt, vagy használom. Még nincs vége a pályának, folyamatban van. Ott ugye ijesztések jönnek, és ugyanígy láthatatlan, halhatatlan nyomulap, nem jelgenerátorok vannak, amik ellenőrzik, hogy hol van a játékos. Nem csoda, hogy nem gondoltatok rá egyébként, hát még nem csináltam róla videót. Én is még kísérletezgetek a resource pack-en, nagyon sok jó dolgot lehet vele csinálni, például ilyet, meg lehet spórolni órajeleket. Mondanom sem kell, ugye biztos sokak, mindenkinek laggolt ma a játék jelgenerátorok miatt, biztos vagyok benne. Szóval, van egy malac a labból, az ott áll. Elindul a videó, beszélek, odafordulok, ott van, visszafordulok, ha megnézitek, előre lépek egyet, és azzal aktiválom ezt a nyomónapot. Egyébként egy teleport parancs van mögötte, semmi extra. Oké, miután tovább szaladok, itt is van egy sor nyomónap. Itt, pontosan, itt ebben a vonalban. Ez egy másik malacot gyártanak le. Ez volt kéznél a summon parancs. Egyébként ide is teleportálhatna az ott lévő malac. De a summon volt kéznél, úgyhogy új malac. Aztán beszállok a házba. Itt is van egy nyomólap, mutatom. Itt. Itt annyi trükk van még benne, hogy egy kis késleltetéssel, hogy ne azonnal jelenjen meg. Legyen idő megfordulni. És azért van kék command block, mert kell egy teleport is, ami beforgatja a malacot. 1.8-ban vagyok, és itt még, hát hogy is mondjam, tojik a rotation tagre. Egyébként ide meg kéne adnom, hogy rotation, és akkor forduljon, mennyi volt, azt hiszem 30-at írtam. De tojik rá a játék, úgyhogy kénytelen vagyok teleport parancsal utólag beforgatni. Így nyit, megjönnik a malac. Aztán ugye jön a futás, itt a házam előre le van gyártva. Most nem erre néz, tökéletes szemléltetés, hogy toljuk a rotation tagre. Felvétel előtt ugyanígy a teleport parancsa be kellett forgatni. Aztán futok tovább. És itt van még egy sor nyomónap, ugyanígy. Itt ebbe a vonalba. Itt annyi különlegesség van a dologban, hogy nem egy sima summon van, hanem execute-os summon. Ugyanis, ha most mondjuk egy summon van, megadom, hogy rakja le ide,
ahol most állok, akkor nekem, hogy jól nézzen ki, pontosan ebben a vonalban kell futni. Két próbálkozást tettem, nem pontosan úgy álltam, ahova a malaszot idéztem, és akkor már hülyén néz ki, ha így nem pont szemben van. Úgyhogy ezért a játékossal futtatja le a parancsot, hogy tutira mögöttem legyen, tök mindegy, hol érem el ezt a csíkot, egy kicsivel elrébb, arrébb, tutira mögöttem lesz a malac, mutattam, rálépek, és így pont szembe lesz velem. Ha így vagyok, hogy hát már egy kicsit fura, nem tudom, nekem fura volt, mert egy kicsit vele arrébb. Szóval nem tartott semmivel megfogalmazni úgy a parancsot, hogy a játékos futtassa le. És aztán ugye be is forgatja az a másik, az a TP, mert itt is tojik a rotation tagre. És igazából ennyi. Remélem érdekes volt. Biztos érdekes volt, mert még nem mutattam vissza a spekkes csodákat. A kézikönyv óvjon.